Felveszel a koponyaidat! Direktor úr! Jaj, én magát kell mondani! Hát mit intézszél én? Mit intéztem? Hát semmit nem intéztem. Képzeljétek el! Ez a helyes képes, belényes, baba volt az Eldorado. Na, tura! Hát itt minden ember olyan fura. Képzeljétek el! Akár hová mentem, mindenki aludt. Aludt a polgármester, aludt a jegyző, aludt a doktor. Utoljára patikust kerestem fel. És az is aludt? Nem, ő csak egyszerűen páros lábbal kirúgott. Na de akkor ébredtem föl. Hát nem fognak ezek engem mindent kihorkolni, kérem szépen? Ebben a nemes földben, kérem szépen. A kultúra teljes felett! Akár akarják, akár nem. Na Margaréta, kész az a színi jelent? Természetesen a flokkáttal együtt. Na hadd halljam, mondjad. Van szerencsénk értesíteni a nemes várost? Micsoda? Nemes? Nagy sikert aratott a Szabinnők elrablása című darab a Turai Bartók Béla Művelődési Házban a minap, holott a turai komédiások immáron negyedszer adták elő a vígjátékot. Korábban a musicaleket, mint a Padlás, klasszikusokat, mint Besztelce ostromai színpadra vittek, most a vígjátékok felé fordultak. A csaknem 25 fős társulat több évtizedes tapasztalattal bír. 1989-ben alakult egy gyerekszínjátszó csoport az iskolába. És igazából kinőtték magukat ebből a gyerekszínjátszó csoportból, és akkor jöttünk ide a művelődési házba, hogy fogadjanak be minket, mert szeretnénk tovább játszani. És hát igazából én tanár vagyok, tehát én nem egy színházi vagy színpadi ember vagyok. Nem is azzal a céllal készültek eleinte a színdarabok, hogy közönségnek, hanem inkább ilyen személyiségfejlesztésnek gondoltam én, játéknak. Még akkor nem nagyon tudtam, hogy mi a színjátszás meg a drámajáték között a különbség, mert én is később fejlesztettem magam, meg tanultam tulajdonképpen meg. És abban az időben nem gondoltam azt sem, hogy ez ennyire hosszú lesz, tehát hogy még 20 év múlva, sőt 24 év múlva, ugye, mert a gyerekszínjátszók akkor alakultak. És hát így indult, és aztán valahogy így alakult. Aztán kezdtünk egyre tartalmasabb darabokat játszani, klasszikusokat, és hát nagyon büszke vagyok rájuk, mert nagyon sok ember fordult aztán valamilyen téren a színház felé. Van két végzett színésznőnk, van egy hangmérnökünk, aztán itt van Péter, Lukács Péter. Valahol őt is gondolom megérintette a színpad. Aztán van több drámapedagógusunk is, akik hát a pedagógián belül tulajdonképpen mégiscsak színpad közelben maradtak. Aztán van saját dramaturgunk most már, a koreográfiát is most már magunk készítjük, tehát a különböző érdeklődési köröknek megfelelően maradnak a csapattagok és segítik a munkát. Van olyan színésznő, aki már a kezdetektől a társulat tagja. Ugye annak idején 24 évvel ezelőtt, mikor indult, akkor ez egy gyerekcsoportból indult ki. Én is ugye akkor indultam, tehát ez egy szakkörként indult, tehát maga a felnőtt csoport 93-ba indult. Én is, mint gyerek, ahogy kinőttem ebből a szakkörből, kerültem át akkor azokból, akik kinőtték ezt. Azóta nagyon sokat változott ez a csoport. Ugye sokan mentek, sokan jöttek, de évek óta folyamatosan úgy készülünk minden egyes darabra, hogy hiába van már meginduláskor a forgatókönyv, nem rögtön azt szerint indulunk, mert nagyon sokszor átdolgozásra kerül igazából egy-egy darab, tehát nem feltétlenül úgy kerül ki a nagy közönség elé, ahogy mi azt megkapjuk forgatókönyv szerint, tehát nagyon sokszor a mi ötleteink kerülnek bele, ez mind-mind úgy, hogy jelenetezésekkel indulunk, tehát van egy-egy adott szituáció, és kis csoportokra bontva dolgozzuk fel ezeket a jeleneteket, majd ezeket építjük bele a színdarabba. Hát ez a darab, ez most egy teljesen új fajta jellegű, mindig olyan darabokat vittünk színpadra, aminek jelentős mondani valója volt a nézőközönség felé. Ez most egy teljesen könnyed darab volt, tehát ugye elhangzott, ne keressünk benne semmi mondani valót, mert ez tényleg egy olyan darab volt, olyannak szántuk, amely kikapcsolódás a nézők felé. Amíg egy ilyen darab színpad kész lesz, mennyi időt vesz igénybe a felkészülés, milyen rendszerességgel kell erre készülni? Heti egy alkalommal van aktív
próba, ez egy pénteki nap estei programot jelent, ez egy 2-3 óra hossza, ahogy ugye ezt kezdjük olyan szeptember magasságába, és ahogy haladunk, általában olyan február és április, május közti időszakra tehető a bemutató időpontja, ugye attól függ, hogy haladunk az adott darabbal, akkor már egy kicsit sűrűbbek, ugye a próbák hosszabb időt vesznek igénybe, főleg, hogyha táncos zenés darabról van szó, akkor már úgy hosszabbítjuk egy kicsit a próbákat. Van, aki 2 éve csatlakozott a turai komédiásokhoz, és ha kell, akár 500-szor is elmond egy bizonyos szerepmondatot, hogy tökéletes legyen az alakítása. Gondolta-e volna, hogy ilyen színészi vénája van önnek, és használta ezt korábban? Hány éves tetszik lenni? Kérem szépen, 65 vagyok. Már elmúltam végül is, igen. Hát nem gondoltam, 2 éve vagyok benne a gyerekek közt, mert voltam a hagyományőrzőkbe, tetszik tudni, a turaiakba, voltam 3-4 évig, már pontosan nem tudom, és akkor átmentem utána a bagiakhoz, hogy még több legyen a tapasztalatom erről a gargamenti hagyományőrzésről, és aztán gondoltam még, mert mivel, hogy én úgy éreztem, hogy még ez nekem kevés, hogy még belépek a gyerekek közé, mert nagyon szeretem a fiatalokat. És hogy megpróbálom ezt is, nem csak a éneklést, mert ott végül is kimertem állni egyedül is a színpadra, magánénekes is voltam, meg az is vagyok most is, kimertem állni, hát mert sokan nem merik ezt. Hát én meg ilyen vagyok. Apám kántor volt, tetszik tudni, a Bihar megyébe születtem, a Hortobágy környékén is. Apám kántor volt, és bennem születni kell ide, bennem van ez a szereplési vágy. Hát mivel, hogy nyugdíjas vagyok, azelőtt nem tudtam, nem vettem részt semmibe, mert olyan munkám volt, hogy reggeltől estig dolgoztam. És nekem nem volt erre időm se, energiám, mert családnevelés, pénzt kellett valakinek keresni, és amikor nyugdíjas lettem, akkor gondoltam, hogy hát a unalmas napjaimat így töltöm, és nem bántam meg. A nézők a darabot izgalmasnak, tartalmasnak, szórakoztatónak látták. Szerencsém volt velük együtt dolgozni jó pár évig, szinte már gyerekként, azt hiszem 96-ban talán, és mindig egy óriási jó csapat jött össze, és nagyon szerettünk együtt dolgozni, és a próbák is állandó jelleggel egy ilyen óriás nagy bulizásba torkolottak. És nagyon sokat dolgoztunk együtt, nagyon sokat, látom, hogy ők is nagyon-nagyon sokat dolgoznak, mint személyesen a volt osztálytársnőm és legjobb barátnőm, egyik legjobb barátnőm, ő is a szín darabban játszott, és tőle tudtam meg, hogy ma lesz előadás, jöjjek el, nézzem meg őt, és óriási nagy energiával rendelkeznek, amit mindig is tapasztaltam náluk. A turai komédiások repertoárjáról Szabinnők elrablása most lekerül, ám már egy új előadáson dolgoznak, hogy min, az maradjon még titok.